Sok a gyorshajtó? Erről árulkodnak a 2022-es kanizsai statisztikák. A Krisztus hívők egységéért. Hétfőn elindult az ökumenikus imahét. Évkezdés a Darts Clubnál. Szombaton tartották 2023 első versenyét. Jó estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója január 17-én, kedden. Jöjjenek a részletek! Emelkedett tavaly a személyi sérüléses balesetek száma Nagy-Kanizsán. A rendőrség szerint ennek az oka nem új, még mindig sok a gyorshajtás a városban, és számos sofőr nem megfelelően válasz sebességet a közlekedés során. A 2022-es sérüléses balesetek mutatói szinte megegyeznek a 2017 és 2020 közötti időszak adataival. A gyorshajtások megelőzésére a rendőrség is törekszik, amiben az új technikai eszközök is segítséget nyújtanak. Lovkó Balázs, baleset megelőzési főelőadó elmondta, évek óta a legfőbb oka a sérüléses közlekedési baleseteknek a gyorshajtás, a sebesség nem megfelelő megválasztása, de sok probléma adódik az elsőbségi jogok helytelen alkalmazásából is. El kell mondani, hogy vannak jellemző okok, amelyek a balesetek bekövetkezéséhez vezetnek, és a legjellemzőbb ezek között a sebességtúlépés. A sebességtúlépésnek mind a kettő formáját meg kell említeni, az abszolút sebességtúlépést, illetőleg a relatív sebességtúlépést, bár ez utóbbi azt gondolom, hogy a gyakoribb. Amikor nem az út időjárási látási viszonyoknak megfelelően, amikor nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően, vagy nem a jármű és a rakomány sajátosságának megfelelően választják meg a járművezetők a sebességet. Aztán, amit ki kell emelni, még az elsőbségi jog megsértése. A szabálytalan irányváltás és a figyelmetlen hátramenet miatt is több baleset történt, valamint a követési távolság nem megfelelő alkalmazása okán is számos ütközés volt 2022-ben. A sebességtúlépésről tudni kell azt, hogy egyszerű fizika, hogy a járműveknek a féktávolsága ilyenkor jelentősen megnövekedhet, és megnövekszik a reakcióidő alatt megtett út is, tehát egy veszélyhelyzetre a járművezető sokszor csak késve tud reagálni, ami bizony veszélyforrás lehet. Az ilyen baleseteket meg lehet előzni fokozott figyelemmel, és azzal, hogy egy picit defenzívebb tempóra váltsanak a járművezetők. A balesetek megelőzése érdekében minden közlekedőtől türelmet és körültekintő magatartást kérnek a szakemberek, valamint a szabályok betartását. A 2023-as év sem indult túl jól, hiszen hétfő reggel a Rózsa utcában egy 39 éves nőt ütöttek el a kijelölt gyalogos átkelő helyen. A hölgy 8 napon túlgyógyuló, súlyos sérülés szenvedett. A Covid-válság után jött a Sberbank csőd. Nem volt egyszerű éve a VG ZRT-nek sem. Ahogy a Zakó László értékelőjében kifejtette, 2023-ban az inflációval is számolni kellett, így a kanizsai bérlakások jelenlegi kiadási árát fenntarthatatlannak tartja a szakember. 2021 márciusában még arról számolt be Zakó László, hogy 40 lakást újított fel a Nagy-Kanizsa vagyongazdálkodási és szolgáltató ZRT. A vírushelyzet 110 millió forintos veszteséget eredményezett a cégnek, amiből azonban sikerült talpra állni. De 2022-ben a VG ZRT-t is negatívan érintette a Sberbank magyarországi helyzete. Viszonylag rövid időn belül visszakaptunk 100 ezer eurónyi forintot, de a fennmaradó összeg visszatértésére egészen a közelmúltig kellett várni. Annyira lenullázott minket ez a történet, hogy a munkavállalóinknak a szokásos időben történő bérkifizetése is csúszott, de megkapták a bérüket. Miután valamiből működnünk kellett, egy másik kanizsai önkormányzati gazdasági társaságtól kértünk és kaptunk egy kölcsönt, amelyet már azóta kamataival együtt visszafizettünk. Tavaly már csak 10 bérlakás felújítását rendelte meg az önkormányzat, de az áremelkedések miatt ez 2023-ban még tovább fog csökkenni. A 2019-es választások után kinevezett városi cégvezetők gyakran kerülnek különböző politikai támadások keresztüzébe, de ahogy Zakó László fogalmazott, örül annak, hogy vagy a cég munkájának, vagy a személyének köszönhetően, de ő a céltábla külső körén van. Teszem a munkámat politikamentesen,
Én vezetem ezt a stabilan, most már 65 fővel működő részvénytársaságot. Kaptunk mi a nyakunkba, lehet, hogy nem is véletlenül, mindenféle vizsgálatot, önkormányzati belső ellenőrzést és állami számvevőszéktől is több vizsgálatot. Gyakorlatilag semmi mulasztást nem tapasztaltak, nem tártak föl, semmi hiánypótlásra nem hívták fel a figyelmünket. További jó munkát kívántak. A cégnek jelenleg mintegy 70 millió forint kintlevősége van. Arra a problémára is többször rávilágított már Zakó László, hogy az általuk kezelt épületek átlag életkora inkább a 100 évhez húz, mint az 50-hez. Ahogy azzal már a múlt héten foglalkoztunk, a jelenlegi infláció mellett a VGZRT helyi fiatalok és rászorulók lakhatási gondjait önerőből nem fogja tudni megoldani. Viszont tagságokkal teli évet zárt 2022-ben a Kanizsa uszoda és strandfürdő. A statisztikák szerint a legtöbb hazai fürdőben 30-50%-os a vendégszám visszaesés. Kanizsán ugyan jobb a helyzet, de az üzemeltetési költségeket már a jegyárak emelésével sem tudták kiegyenlíteni az év utolsó szakaszában. A gazdasági környezet negatív változása, főleg az energiaárak rohamos növekedése miatt nagyon megnehezültek az uszoda működésének feltételei 2022-ben. A gazdasági környezet is nem pozitív irányba változott, sajnos az energiaárak változásával nagyon megnehezültek a körülményeink, illetve a működési feltételeink. Az elektromos áram is közel 10-szeresére, illetve a gáz is nagyon nagy mértékben megemelkedett, így az üzemeltetési költségeink olyan mértékben nőttek, amelyet már a jegyárak emelésével nem tudtunk kompenzálni. A nyári szezon nagyrészt kedvezett a létesítménynek. A nagyszabású rendezvényekre azonban többször esősre fordult az idő. A legnépszerűbb rendszeresen megrendezett programok a szaunasók voltak. A sport és köznevelés célú nyitvatartás nem változott az év során, de november 2-ától a lakosság irányú nyitvatartást az energiaköltségek miatt lecsökkentették az intézményben. 2023-ra is hasonlóan nehéz évként tekint Karácsony Károly. A gáz, illetve az elektromos áram beszerzéseink lezajlottak. Sajnos a másfél évvel ezelőtti áramdíjnak a 10-szerese az, amit kell az idén fizetnünk az áramért. Mivel ez egy jelentős tétel a működésünkbe, a vízforgatás, illetve az egyéb technikák miatt eznek egy folyamatos üzem van. Ez egy jelentős növekedés, amelyet az idén szintén a jegyárakkal nem fogunk tudni kompenzálni, ezért plusz forrás kell a város részéről. A tavalyi év végén a kormánytól kapott mintegy 23 millió forintos támogatás nagyban elősegítette az uszoda működését. Balogh László pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét ezúttal több mint 31 millió forint vissza nem fizetendő forrással segíti a kormányzat a létesítmény működését. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A Krisztus hívők egységéért. Hétfőn elindult az ökumenikus imahét. Évkezdés a Dárc Klubnál. Szombaton tartották 2023 első versenyét. Elkezdődött az ökumenikus imahét Nagykanizsán. A vallási esemény első miséjét Nagy Vendel, kiskanizsai plébános celebrálta hétfő este a piarista kápolnában. Az ökumenikus imahetet 1968 óta tartják meg Nagykanizsán mindig január 3. hetében. Ilyenkor a város 6 templomában tartanak misét vagy istentiszteletet a papok és lelkészek. Nagy Vendel plébános szerint ez a hét Jézus Krisztus szellemiségét és a vallások egységességét hordozza magában. Nagyon fontos ez, mert szentírási alapokon van. Jézus azt mondja a főpap imában, hogy legyenek mindnyájan egyek, amint én, atyám, benned vagyok, te én bennem, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És ez az egységre felszólítás ma is érvényes, pedig akkor még nem volt abban az időben. Így részekre szakadva az egyház, egyházak, a hívő közösség. Az ökumenikus imahét programját minden évben más csoport állítja össze, idén ezt a feladatot az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak tanácsa látta el. Mottónak az Ézaiás proféta könyvében szereplő mondatot választották, amely szerint tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.
Makovicki Gyula evangélikus lelkésztábunknak elárulta, hogy a nagykanizsai hitélet képviselői folyamatosan konzultálnak egymással teológiai kérdésekben, az ilyen események pedig segítik a híveket abban, hogy közöttük is meglegyen a vallási kapocs. Azt ünnepeljük, hogy itt rácsodálkozottunk egymásnak a sajátosságára, vagy a másiknak a sajátosságára, erre a sokszínűségre. Háttérbe kerülnek a hitvíták, meg a meggyőződés beli dolgok, sokkal inkább előtérbe kerül az életszentségnek a kérdése, megélni azt, amit Jézus nekünk tanított, megélni az ő jelenlétét ebben a közösségben. Az ökumenikus imahét szombaton zárul, akkor az evangélikus templomban Böszörményi Géza piarista szerzetes hirdet igét. József Attila belső vívódásai elevenedtek meg a Karoskorzó rendezvényközpont színpadán péntek este. A Szabad ötletek jegyzéke című monodrámát Sütő András nagykanizsai születésű színművész előadásában láthatta a publikum. Pedig én így akartam otthon lenni. Miért vagyok én menhelyi gyerek? A mama eljött, aztán ott vagyok. Én azt hittem, hogy haza fog vinni. A makaiék is azt mondták mindenkinek, hogy én egy idevett szegény gyerek vagyok. A Rappaportnál is odavett szegény gyerek voltam. A Szabad ötletek jegyzéke a magyar irodalomtörténet egyik legjelentősebb és legvitatottabb alkotásának számít, mert a kötetben József Attila kendőzetlenül jegyezte le félelmeit és traumáit. Sütő András 20 évesen látta a műből készült színdarabot Jordán Tamás előadásában, de úgy érezte, hogy színészileg meg kell érnie ahhoz, hogy színpadra álljon a kétségek közt örlődő költőt megformálva. Fiatal pályakezdő színészként azt gondoltam, hogy na, de nekem az oroszlánt is egyszer majd én is ezt szeretném megcsinálni. Hát nem voltam olyan bátor, én 14 évet vártam erre a pillanatra, míg nem elkezdtem tanulni, elkezdtem vele foglalkozni, és megkerestem Jordán Tamást is, hogy tudjon róla, hogy én is szeretnék ezzel az anyaggal foglalkozni, mert hát mégiscsak ez emblematikusan hozzákötődik, áldását adta rá, és elkezdtem pontosan annyi idősen tanulni, amikor József Attila ezt megírta. Sütő András szerint pályafutása legösszetettebb munkája a monodráma. Amellett, hogy rengeteg szöveget tanult meg, a szerep 100%-os átlényegülést kívánt tőle. Az előadásban minden egyes szünetnek, hangsúlyozásnak óriási szerepe van. Éppen ezek miatt a tényezők miatt érzi úgy a nagykanizsai születési színművész, hogy minden alkalommal, amikor színpadra áll, szakmailag és emberileg is fejlődni tud. 55-60 percen keresztül vagy fent tudom tartani az emberek figyelmét, vagy nem. Ez egy nagyon nehéz feladat, és ez egy rémisztő feladat, mert azért színházban 2-3 hónapig begyakoroljuk, bármikor tudjuk segíteni egymást, ha valaki nem ad egy végszót, ment a másik, vagy besúgja a súgó, és ez a védőháló nélkül kifeszített lét, ez nem tud nem izgalmat okozni számomra minden egyes előadáson. Az előadásra megtelt a Karoskorzó rendezvényközpont nézőtere. Sütő Andrással bővebb beszélgetést láthatnak mai Kanizsa Kult című magazin műsorunkban. 50%-kal emelkedett az influenza-szerű megbetegedések az elmúlt héten az országban. A leggyakoribb tünetek a nátha, a torokfájás és a láz. Ebben az időszakban különösen fontos az immunrendszerünk megerősítése. A szintetikus étrendkiegészítők és gyógyszerek helyett egyre többen a naturális módszereket választják, így sokak körében újra népszerű lett a propolisz. Bár az átlagemberek a méhek által készített anyagok közül leginkább csak magát a mézet ismerik, de számos más készítmény is származik tőlük. Ilyen a virágpor, a mépempő, vagy éppen a propolisz. Ez a növényeknek a rügyeit védi a mikrobiológiai romlásról. És onnan gyűjtögetik össze. Iszonyatos munkát végeznek a méhek, nem csak a mézgyűjtéssel, hanem a méhészkedés vagy a méh kolónia fönntartásához szükséges dolgokat is, hogy fönn tudják tartani. A méhek a propolis segítségével védekeznek az egyes betegségek, kórokozók és kártevők ellen. A propoliszt azonban nem csak ők, de az emberek is tudják hasznosítani. A kaptár tetejében elhelyezett gyűjtőrát segítségével jutnak hozzá a méhészek. Az ebből alkohol segítségével készített propolis tinktúrát a penicillin feltalálása előtt számos területen használták. Addig kizárólag
a propolisz volt, török fertőtlenítésre, fekélyes lábokra, különböző helyekre, mert baktericid, virucid és kissé fungicid is, tehát gomba gátló. Napjainkban főleg immunerősítésre alkalmazzák, de adagolása sok tényezőtől függ. Szedését nem folyamatosan, hanem kuraszerűen javasolják. Alkoholtartalma miatt a gyermekeknek 3 éves kor alatt egyáltalán nem, és később is csak ritkán ajánlott. Elkezdte a 2023-as versenyidényt a Freehill Darts Club. 2 héttel a városi bajnokság döntője után már egy új megmérettetéstől volt hangos szombaton az Egyesület központja. Ezúttal 30 versenyző tette próbára a tudását. A hagyományosnak számító városi bajnokság és ligafordulók mellett idén 8 nyílt versenyt bonyolít le a Nagykanizsai Darts Egyesület. Az évnyitó megmérettetés különlegessége az volt, hogy csak dupla értékű dobással tudott be, illetve kiszállni egy játékos az adott legbe, így ha valaki az első dobásait elrontotta, komoly lépés hátrányba került. Minden évben van egy ilyen verseny, évad indító versenyünk, ez a, ugye az új év Open-nek hívják, ez is hagyomány, minden évben megtörténik. Annyiban más, hogy ugye ezt mindig variáljuk, hogy azért mindig másfajta játékok legyenek, tehát volt itt már kriket, volt itt 501, most van ez a dupla beszállós. A nevezők közt ott volt az előző szezonban a ligát és a városi bajnokságot is megnyerő Rácz Tibor, aki komoly küzdelmet vár a komplett szezontól. A regnáló bajnok szeretné megismételni 2022-es sikereit. Én mindig csak egy mérkőzésre tekintek előre, mint szerintem minden dárcos. Vagyunk 30-an közel, és hát valójában én ebből azt mondom, hogy 15-20 egyenértékű játékos van, aki bármikor odaérhet a dobogóra. Itt nagyon sokat számít a pillanatnyi forma. Ebbezében még nem voltam versenyen, mint ahogy többnyire senki. A jövő héten kezdem meg majd a csapattársaimmal. Hát ez csak egy ilyen felmérő lesz nekem, mert most egy nagyon hosszú szünet, a városi bajnokság vége óta nem volt komoly küzdelem. Az év első tornáját Kisgéci Károly nyerte, miután Borsos Tamást múlta felől a döntőben. Iradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Sok a gyors hajtó. Erről árulkodnak a 2022-es kanizsai statisztikák. A Krisztus hívők egységéért. Hétfőn elindult az ökumenikus imahét. Évkezdés a Darts Clubnál. Szombaton tartották 2023 első versenyét. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 17-én, kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a Kanizsa Kult Vuk Anitával. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!